Furcsa dolgok a Google Maps-on. Biztosan már láttál elég bizarr dolgokat is a Google Maps-on, amik nem annyira normálisak. Összeszedtem nektek az 5 leghihetetlenebbet. Nem is gondolnátok, hogy milyen dolgokat rejt a Google Maps, és mennyi őrültség történt az egész világon. Szóval kérlek, nyomj egy lájkot, és nézd ezt a videót végig, mivel tényleg őrültségek lesznek. De ezt nem mondd el senkinek. Még annyi kommentbe egyébként írjátok le, hogy ti találtatok már esetleg valami furcsa dolgot, és mi volt az. Az első egy kicsit már elterjedtebb az interneten, de szerintem sokan nem tudtok róla. A következő videón az látszódik, ahogy egy férfi éppen a Google Maps-et nagyítgatja, és az elején még semmit nem sejtetünk, majd amikor már kicsit közelebb érünk a célponthoz, meglátszódnak furcsa háromszögek, amik már eléggé utalkodóak és gyanúsak. De ezt még a videón lévő férfi is mutogatja. Amikor közelebb zoomol, meglátszódik a jellegzetes, UFO-k szoktak állítólag maguk után hagyni, ezt már valószínűleg filmekből is ismerős lehet. És ha ez nem lenne elég, még közelebb zoomolt, és látszódott, ezek tényleg kődarabokból voltak körberakva, és mellette meglátszódik egy furcsa, fehér köpenyes, emberszerű valaki, aki minthogyha egy biciklit tartana. Környéken semmi nincs, de amikor megfordult, látott még több ilyen valakit, az is érdekes, hogy ezt a képet valaki ott elkészített. Szerinted mi lehetett mögötte? A következő a Godzilla. Ez egy TikTok videó, amikor elkezdett bezoomolni a férfi, hogy megmutassa az úgynevezett Godzillát, ez ki is van írva a képre, és hát végül meg is mutatta, csak hát sajnos nem egy igazi, hanem egy hatalmas bábú. Szóval ezzel nem is szeretném húzni a szót, de gondoltam attól még érdekes. A harmadik a piramisok. Itt most nem azokra a piramisokra gondolok, amiket több ezeren látogatnak naponta, ez inkább olyan embereknek szolgál, akiknek esetleg nincs annyi pénzük, hogy elmenjenek a rendes egyiptomi piramisokhoz. Google Maps által nagyon sokan felfedeztek ilyen kisebb piramisokat, amik nem biztos, hogy azok, lehetséges, hogy ilyen véletlenek, és azt se tudni, hogy ezek emberalkotta dolgok, piramisok, vagy csak valami földkupacok. A lehetséges arra is gondoltak, hogy ezek ilyen félbehagyott munkák, ezeket is látogatják, viszont sokkal kevesebb. Mivel igazából nincs sok dolgot nézni rajta. Írd le kommentbe, hogy szerinted ezek teljesen függetlenek és nem akartak piramisok lenni, vagy esetleg ilyen félbehagyott tervek. A titokzatos égi valami. És egy városban jártak a Google Maps-en, amikor is felnéztek az égre, és minthogyha egy furcsa lény láttak volna meg, egyébként ami valószínűleg hasonlít egy pulykára. Na de vajon miért is kerülne oda egy pulyka? Lehet felrepült. Javár azok nem is tudnak repülni. Mindegy viccet félretéve, lehet, hogy ez csak egy ilyen kisebb hiba a rendszerben, vagy valaki kidobott egyet a tetőről, valószínűleg sose tudjuk meg. Az óriási Hagi-Wagi. Amikor feltűnt ez a térképen, mindenki azt gondolta, hogy úristen, ez most él, vagy mi ez, és hát meg kell, hogy nyugtassalak, vagy szomorítsalak. Nem. Ez egy ilyen óriási bábú, de egyébként ilyen több is előfordult már, például amikor videósok raktak fel a tetőre, mert ilyen dolgot készítettek, ilyen projektet, majd sokan azt hitték, hogy valami nagyon nagy titokzatos dolog, de hát sajnos nem. Nyomj egy lájkot, iratkozz fel, és ha szeretnél több ilyen videót látni, nézd meg ezt a kettő videót itt, valószínűleg tetszeni fog, találkozunk legközelebb, sziasztok!